estét kívánok, köszöntöm az esti mérleg nézőit. Több mint 111 ezer jelentkezési lapot adtak be Magyarországon a felsőoktatási intézményekbe, egyetemekre, főiskolákra. Idén is népszerűek voltak a fehérvári intézmények, az Óbudai Egyetem, Alba Régia Műszaki Karán, a Kódolányi János Egyetemen, és a Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári kampuszán jártunk. Idén is rengeteg új diákra számíthatunk Fehérváron ősztől. Több mint 1100-an jelentkeztek az Óbudai Egyetem Alba Régia Műszaki Karára. 5-10%-kal nőtt egyébként tavalyhoz képest a jelentkezők száma. Legtöbben az informatikus mérnöki szakot jelölték meg, ezt követi a gépészmérnök szak, harmadik helyen pedig a földmérő-földrendező képzés van. A karra 700-an juthatnak be. Szerencsére több mint 200 helyet jegyeztek kiváló ipari partnereink, amiből mostanság kb. 80-90 hallgató vesz részt a duális képzésbe, így a most hozzánk jelentkezettek részére is nyitva áll a lehetőség a duális módon folytassák, vagy kezdjék meg tanulmányokat. A duális képzés egy olyan forma, amelyben a gyakorlati képzés meghatározott keretek között minősített szervezetnél folyik, és a hallgatók az esetleges állami ösztöndíjuk mellett akár 80 ezer forint fizetést is kaphatnak. Duális hallgató vagyok, úgyhogy természetesen érdekel, ezért is kezdtem el, és számomra egy igen pozitív élmény, én azért jöttem ide a városba, és számomra nagyon hasznos, hogy így végzem el a képzést. Pezsgő diák élet vár Fehérváron a fiatalokra. Egy kis családias egyetem vagyunk, a tanárok mindig azon vannak, hogy minket segítsenek, odafigyelnek ránk. Nincs az, hogy csak egy Neptunkód van, hanem mindenki tudja a nevedet, és hát ugye a szaktársainkkal is mindig együtt vagyunk. Jó a hangulat, és segítjük egymást, amennyire csak tudunk. A felvételi eljárás április 19-én személyre szabott elektronikus ügyintézéssel folytatódik. A jelentkezéskor még rendelkezésre nem álló dokumentumok másolatát pedig július 10-ig lehet benyújtani, és eddig a határidőig van lehetőség egyszeri sorrendmódosításra is. A ponthatárokat várhatóan július 24-én húzzák majd meg. Alig több mint 4 hónap és új hallgatók érkeznek a város felsőoktatási intézményeibe. Több mint 300-an jelentkeztek a Kódolányi János Egyetemre. Legtöbben a gazdálkodási és menedzsment szakot jelölték meg. A székesfehérvári képzési helyszínünkre több mint 300 jelentkezett. Nagyon lényeges egyébként az, hogy ebből hányan adtak be első helyre a Kódolányi Egyetemre jelentkezést. Az évek hosszú tapasztalata azt mutatja, hogy igazából az első helyes számú jelentkezések, az első helyes jelentkezések száma az elég jól prognosztizálja azt, hogy hány diák iratkozik majd be az intézménybe. Az első helyes jelentkezők száma ebből a 330-ból 120 fő. Mi azzal számolunk, hogy körülbelül ez a 120 fő jelenti majd az őszi első évfolyamunkat. Melyek a legnépszerűbb szakok, és mi az, ami kevésbé? Országos trend, hogy a gazdálkodási és menedzsment szak a legnépszerűbb, ez az országban a legnépszerűbb szak, és hát nem véletlen, hogy a Kódolányi Egyetemen is a gazdálkodási és menedzsment szak iránt a legnagyobb az érdeklődés. A gazdaságtudományi területen mi egyébként jelen vagyunk turizmus képzéssel is, és emberi erőforrások szakunk is van. Ezeknek a szakoknak szintén viszonylag nagy a népszerűsége, hát nem is véletlen, hiszen turizmus szak az az országban a Kódolányi előtt nem is létezett, úgyhogy mi voltunk a szaknak a létesítői. Összesen hány hely lenne egyébként? Hányan tudnának bekerülni ide, és akinek nem sikerült pótfelvételi keretén belül tud-e jelentkezni saját költségen? Azt gondolom, hogy a Kódolányi Egyetemnek kapacitás problémái, hely problémái hallgató létszám tekintetében nincsenek. Ugye mi sokkal nagyobb intézmény voltunk, tehát ezt a jelentkező számot, ezt gyakorlatilag az intézmény tudja menedzselni.
pótfelvételi eljárás keretében minden hallgató, akinek nem sikerül bejutni az általa vágyott intézménybe, joga van jelentkezést beadni, és én arra is biztatnék mindenkit, hogy ezt tegye meg, hiszen egy nagyon fontos változás előtt áll a felsőoktatási felvételi eljárás. A 2020-as évtől a bekerülési feltételek szigorodnak, tehát aki még most ebben a felvételi időszakban, meg mondjuk még a keresztfél éves februári időszakban be tud kerülni, az még kvázi mentesül a két elég kemény kritérium alól, az egyik az emelt szintű érettségi, a másik pedig a nyelvvizsga. Tehát a bekerülés feltétele már a nyelvvizsga, korábban a diploma megszerzés feltétele volt. Akár csak a többi felsőoktatási intézményben, a Kodolányin is nagyon népszerű a duális képzési forma, amelyet több szakon is meghirdetnek. Mit üzen azoknak, akik most ide jönnének Székesfehérvárra, akár vidékről? Ugyanolyan jó-e a diák élet, mint annak idején volt? Szerintem kiváló a diák élet. Én magam is úgy lettem fehérvári, hogy a Kodolányi vonzott ide. Engem persze, mint tanárt, de én nagyon megszerettem a várost, úgyhogy hajrá mindenkinek. Vár tehát mindenkit Fehérvár és a Kodolányi János Egyetem. 3%-kal nőtt meg az első helyen jelentkezettek száma a Corvinus Egyetem alap- és idegennyelvű szakjaira és a mesterszakokra. Alig több mint 4 hónap és új hallgatók érkeznek a város felsőoktatási intézményeibe. Összességében több mint 20 000-en adták le a voksukat az egész anyai egyetemre, a Corvinus Egyetemre. Ezen belül ugye jelentkezőknek mindig megvannak a legnépszerűbb területek, amelyeket ugye választanak. Ebből adódóan is örömhírt tudok mondani, hiszen a gazdálkodástudományi kar, amelyiknek a képzései a Székesfehérvári kampuszon elérhetők, a legnagyobb jelentkezési számot mondták, tehát megint kiderül, hogy a Corvinus Egyetem mindenképpen vezető egyeteme a gazdaságtudományi és a társadalomtudományi területeken. Ha kimondottan arra fókuszálok, hogy mely szakok érhetők el a fehérvári kampuszon, akkor a 10 legnépszerűbb szakból, amit egyébként 5 szakot az egyetem meghirdett, 3 itt is elérhető, ez a gazdálkodási menedzsment, a pénzügy számvitel és a turizmus vendéglátás. A tavalyi számokat ismételtük meg, gyakorlatilag egy nagyon masszív jelentkezési létszámot tudhatunk magunkénak, tehát továbbra is azt mondhatjuk, hogy kiemelkedő az érdeklődés a kampusz iránt. Ahogy a többi fehérvári felsőoktatási intézményben, a Corvinuson is meglehetősen népszerű a duális képzési forma, amelyet több szakon is meghirdetnek. Természetes dolog, hogy a város segíti és támogatja anyagilag infrastruktúrális tekintetben az itt működő felsőoktatási intézményeket, hiszen a város hosszú távú érdeke, hogy egy nagyon komoly tudásbázist biztosító és kutatásfejlesztésben is aktívan résztvevő egyetemi partnerei legyenek a városnak, hiszen a város ipara ezt nagyon-nagyon kéri és kívánja, tehát a hosszú távú fejlesztéseink során ebben kiemelt szerepe van. A rektori megbízott azt, hogy elmondta már a Corvinus idei számait, örömteli, hogy tovább tud folytatódni az a nagy ütemű bővülés, amely megkezdődött néhány évvel ezelőtt, és valóban most már komoly szükség lesz a B-épületre, amely szeptembertől már várja az újonnan érkező egyetemistákat. És hát nyilván a következő lépés majd a kollégiumi férőhelyek vizsgálata lesz majd, hiszen szerencsére többi területen is tudtunk növekedést produkálni ebben a jelentkezési részben, vagy időszakban. A 3 egyetemen összesen 1976 jelentkezés érkezett, ebből 615 az első helyes, ami egy több mint 5%-os bővülést jelent a Székesfehérvár felsőoktatási intézményei tekintetében, ami egy komoly szám. Tudjuk és látjuk azt a demográfiai hullámot, amelyben vagyunk. Látjuk például a fehérvári vagy székesfehérvári érettségizők számát, idén is némi csökkenésről tudunk beszámolni. Ennek ellenére tudott nőni a székesfehérvári felsőoktatás több mint 5%-kal, ami azt gondolom egy nagyon-nagyon komoly eredmény, úgyhogy ezután is szeretném megköszönni mind a 3 intézménynek azt a munkát, amelyet ebben beletett, és hát azt gondolom, hogy amit már régóta mondunk, hogy az iparhoz kapcsolható, piacképes tudásra továbbra is igény van, és ezeket ott kell bővíteni, fejleszteni, ahol az ipar van, és azt gondolom, hogy Székesfehérvár ebben kiváló példa, és országosan is talán egyedülálló az a
programcsomag, amit el tudtunk kezdeni, és azóta is folyamatosan fejlesztünk. Várja új hallgatóit a Corvinus Egyetem helyi kampusza és a pezsgő tartalmas diákélet. Az, hogy kinyert felvételt, várhatóan július 24-én derül ki. Akinek nem sikerül bekerülni, augusztusban pótfelvételi eljárás keretében újból jelentkezhet. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak, viszontlátásra!